Sziasztok! Tudtátok, hogy a Békeliget már a harmadik neve ennek a parknak. Czobor Mátyás polgármester kezdeményezésére 1935-ben rendezték meg a Göcsei Hét rendezvénysorozatot, ami a mai fesztiválok elődjének is tekinthető, és ezzel ünnepelték meg Zalaegerszeg 1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. A Göcsei Hét jelmondata a következő volt: gondunkat, bajunkat akasszuk a szegre, gyerünk a virágos Zalaegerszegre. Igen, Czobor Mátyás polgármester indította el az 1930-as években a virágos Zalaegerszeg mozgalmat, és ekkor létesítették a Sziszi-ről elnevezett Erzsébet királyné útja a mai Kosztolányi utca mellett azt a parkot, amit Rózsa Ligetnek neveztek el. Itt avatták fel az országzászlót is, erről majd egy másik videóban külön is mesélek. 1937-ben a város képviselő testülete úgy döntött, hogy a magyar revíziós törekvések támogatását meghálálva a Rózsa Ligetet Mussolini Ligetnek nevezik át. Ez volt a neve egészen 1945-ig, amikor a szörnyű és tragikus világháború befejezésekor teljesen természetesen új nevet, a Békeliget elnevezést kapta a park, és a mai napig ezt a harmadik nevet viseli. Manapság van egy civil kezdeményezés az eredeti Rózsa Liget név visszaadására, az önkormányzat pedig tervezi a park felújítását és virágosítását. Fontos, hogy tisztában legyünk a városunk, a közösségünk múltjával, hiszen így tudunk jó zalaegerszegiek, lokálpatrióták lenni. Nekünk Zalaegerszeg a szenvedélyünk.